60. születésnapját ünnepelte a Napsugár bölcsöde. Az eseményen Varga Andrea és Badány Lajos alpolgármesterek mellett Gúr Péter Attila, a Meszegyi igazgatója, valamint a városban működő bölcsödék vezetői is, nyugdíjas kollégái is részt vettek. A jubileum alkalmából fotókiállítás nyílt, ami a bölcsöde elmúlt évtizedeit mutatta be. Régi képekkel, tablókkal és dokumentumokkal mutatták be a Napsugár bölcsöde elmúlt 60 évét. Az ünnepi eseményen Varga Andrea és Badány Lajos alpolgármesterek mellett Gúr Péter Attila is köszöntőt mondott. Én nagyon bízok benne, hogy a feladatellátással tudjuk biztosítani és ki tudjuk elégíteni azokat a szükségleteket és igényeket, amelyekre a városban élők, a városban születendő kisgyermekek számára fontosak. Az igazgató beszédében köszönetét fejezte ki a dolgozóknak, a volt munkatársaknak és mindenkinek, aki a bölcsödei ellátásban együttműködik az intézménnyel. Ha belegondolok, hogy 60 év, akkor az jutott az eszembe, hogy ez ilyen nagymama korba lépett a bölcsöde, és a nagymama kornak van egy sajátossága, hogy egy ilyen nagyon pozitív, nagyon kellemes érzést nyújt. Varga Andrea kiemelte, a bölcsödei ellátásnál nagyon fontos a bizalom kiépítése, hiszen a szülőknek nem könnyű gyermeküket másra bízni. Az alpolgármester hozzátette, ennek a bizalomnak a kiépítése nagyrészt az intézmény munkatársainak a feladata. Én hiszem és tudom, hogy ez a gondoskodó és felelősségteljes munka azóta is megvan ebben az intézményben, és ez nem csupán egy munkahelyen kötelezően elvégzendő feladatot jelent, hanem szerintem egy hitvallást is, egy szívből jövő vállalást. Az eseményen a bölcsöde volt növendékei és munkatársai különböző zenei produkciókkal, beszélgetésekkel emelték a 60. évforduló hangulatát.